szerint népes vezérben ketten indultak a versenyen. Második helyezettünk egy nagy varázslatot hajtott velem végre az első nap, ezt köszönöm neki tisztelettel. Egy-két embernek már elmeséltem. Kötelesképpen nem úgy sikerült fölmennünk. De ő egy kézzel megfogta a kötelet, és elindult egy kézzel fölfelé. És mondtam, fogd meg a másik kezeddel is, mert akkor ugye egyszerre, én meg ezt csináltam. Második helyzetlen, Gersenydej Maja, 42-46-tal. Bár egy kis! Futás! Most már jöhet! Első helyzetet! Nagyon ragaszkodik édesanyjához, és egy kicsit cip a golykor-olykor. Ha megkicik, akkor nagyon-nagyon szépen siel. Első is lett, Polgár Dorina, 48-66. Harmadik helyzet lett minden nevelő álma, nem beszél, és sokat mosolyog. Méghozzá kedvesen, és nagyon szépen siel. Harmadik helyzet lett Farkas Kamilla, 39-28. Tapsoljunk, amíg itt van a gyerek! Második helyezete! Nem tudok sokat az ortopédiáról, de valamennyit igen térdizületem egyebek. Kicsi lány mindig bejelentette délután, amikor eljött, hogy rettenetesen fáj az érde, és egyébként abba akarja hagyni a sírést. Na most akkor lett bajban, amikor álltunk sorba a liftnél, és nem is, én nem tudom bemutatni, sírését is felemelte, és egy angol spárgáig oda föl. Véletlenül akkor érdével hál' Istennek nincsen semmi probléma. A varázsló a leány, második helyezett lett Blanc Lea, 32-60. Nagyon szívós, nagyon erős, és mondod azt, hogy gyorsan siet, egy másodperccel gyorsabb volt, mint az ellenfelei. Csak ha nagyon elfárad, akkor egy kicsit morcos, de ahhoz nagyon sokat kell dolgozni, és csak gratulálni tudunk neki. Első helyzet lett Jége Zsófia, 28-0. Lány kategóriában 4 versenyző.